4700 darab végpontot vettünk le most ezzel a kiskörösi járásba, 8 településen. Ezek a települések, azért felsorolom, hogy meglegyen ez: Császártörtés, Csengőd, Imrehegy, Kecel, Páhi, Sószent Imre, Tabdi és Táznár, illetve még olyan kis olyan településekre is megvalósult a hálózat, mint Császártörtés, Kiscsala, vagy éppen Csengőd-Kullér település részen is megvalósult, ugyanis a szélessávú internet projektnek pont ez a célja, hogy az eddig el nem ért, szélessávú internettel el nem ért településeken is normális internetezésre legyen lehetőség. Befejeződött az új generációs távközlési hálózat kiépítése a kiskörösi járásban. A Széchenyi 2020 program keretében 526,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen 752 millió forint értékben zajlott beruházás a térségben. A projekt fő célja, hogy olyan helyekre is eljusson az internetezés lehetősége, ahol eddig nem, vagy csak korlátozott mértékben volt elérhető. A szélessávú programnak az volt a lényeg, hogy 2015-ben egy országos fölmérés készült helyrajzi szám szinten, és minden egyes helyrajzi számon megnézték, hogy az adott helyrajzi számon milyen szolgáltatás érhető el, milyen internet szolgáltatás érhető el, és ahol ez nem haladta meg a 30 megabitet, nem volt olyan szolgáltató, aki 30 megabites szolgáltatást tudta biztosítani, oda kiírták ezeket a pályázatokat. Az új beruházások már csak ezzel a technológiával készülnek, és a régi hálózatok fejlesztését is csak így végzik. Azért ezzel jóval nagyobb sávszélességet, az optikai szálkapacitás az gyakorlatilag egy szálon 296 gigabitet is el lehet vinni. Most ilyen 1 gigás csomagokat tudunk biztosítani az ügyfelek számára. Az 1990-ben Tolna megyében indult családi vállalkozás által nyújtott szolgáltatások mára már 8 megyében, 340 településen érhetők el. Az ügyvezető elmondta, hogy bár igyekeznek terjeszkedni, nehéz felvenni a versenyt a hasonló szolgáltatást végző multicégekkel. Én azt gondolom, hogy a nagy cégek mellett a jobb ügyfélkiszolgálással próbálunk, és egy nagyobb létszámú dolgozói létszámmal próbáljuk kiszolgálni. Tehát azt gondolom, nálam a belső elvárás például az, hogy 24 órán belül mindenféle hibaállítás megtörténjen. Tehát ez egy olyan elvárás, amikor a törvény nekünk 72 órát hagy erre, ami egy olyan belső elvárás, amivel talán tudjuk az ügyfeleinket megtartani. Nyilván hatalmas konkurencia harcban vagyunk folyamatosan, és hát próbáljuk tartani magunkat. Kele András, a Szupergyors Internet Program projektvezetője elmondta, nem csak keleti irányba terjeszkedik a cég. 2016-os körben volt 9 darab elnyert projektje a TAR Kft-nek, aztán 2018-ban további 7, és gyakorlatilag a Szupergyors Internet Program zárásaként további 4 darab projektre sikerült támogatási szerződést aláírni. Ezek annyira frissek, hogy gyakorlatilag az utolsó 4 projektre az idén tavaszán írta alá TAR Kft a támogatási szerződéseket. Ezekről annyit kell tudni, hogy ezek a típusú beruházások még nagyon a kezdeti fázisban vannak, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban ezeknél az új típusú beruházásoknál még csak a tervezési fázis az, ami zajlik, de gyakorlatilag ezeknek a projekteknek a befejezési határideje az majd 2022 év harmadik negyedévének vége lesz. Ez gyakorlatilag majdnem, hogy összefogja a két nagy taros körzetet fogni, mert ugye gyakorlatilag a TAR Kft. Ugye Tolna-Baranyai régióban jelent meg először ugye a 90-es években, mint távközlési szolgáltató, majd a 2000-es években történt ugye az első nagyobb akvirálás, és így került ugye a TAR Kft. Neve a zalaegerszegi régióba, és ezek az új típusú beruházások, illetve új projektek, ezek gyakorlatilag beékelődnek földrajzilag itt a két nagy taros régió közé, ami konkrétan annyit jelent, hogy a Szigetvári és a Marcali járásban fognak ezek a projektbeárazások megtörténni. Ez, hogy néhány számot is mondjak, csak hogy érzékeltessük, hogy mekkora ezeknek a projekteknek a volumene. Ez költségvetés szempontjából, illetve már pályázati költségvetés szempontjából nagyságrendileg 1,7 milliárd forintos beruházások lesznek, és nagyságrendileg 450 kilométernyi nyomvonal fog megépülni ebben a kettő járásban. Ez gyakorlatilag, ha jól tudom, közel 70 vagy több mint 70 települést fog érinteni. A településeket összekötő hálózatokat a földfelszín alatt építették ki. Ez a technológia biztosítja a további bővítés lehetőségét, és a településképet sem zavarja és befolyásolja.